A mai videóban azokról a természetes kiegészítő ételekről, növényekről és hatóanyagokról lesz szó, amelyek segíthetnek az antibiotikumokkal szemben ellenállóvá váló baktériumokat leküzdeni. Szeretetek, köszöntök mindenkit! Egyre súlyosabb problémává válik a modern orvoslás számára az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok. A szuperbaktériumok képesek a gyógyszerek eszén túljárni, és akár annyira hatékonyá is válhatnak, hogy az immunrendszerünk által ellenük termelt antitesteket is képesek megsemmisíteni. Ezek a baktériumok nagyon gyors ütemben mutálódnak, ami nagyban segíti a túlélésüket. A leggyakoribb ilyen rezisztens baktériumok az MRSA, azaz a meticillin rezisztens Staphylococcus aureus, a rezisztens E. coli fertőzés, a VRE, azaz a vancomycin rezisztens Enterococcus, egyes Streptococcus baktériumok, vagy a karbapenem rezisztens baktériumok. Évente jelennek meg újabb és újabb rezisztens baktériumtörzsek, amelyek nagyobb részt a higiéniában nem túl fejlett országokban fejlődnek ki, és főként a kórházi fertőzések során terjednek. A megoldás nulladik lépése, hogy kerüljük el amennyire csak lehet az antibiotikumokat, azaz tegyünk meg mindent a problémák megoldásáért, mielőtt antibiotikumokat kezdünk szedni. Az antibiotikum rezisztencia kialakulásához az is hozzájárul, hogy az állattenyésztésben is óriási mértékben használják az antibiotikumokat. Ma már az összes beadott antibiotikum 80%-át állatoknak adják be, és csak 20%-át embernek. Először is a gyógynövények és a fűszerek lehetnek a segítségünkre, kapszula, cseppek, kivonatok, por és olaj formában is. A hét legjobb a rozmaring, a kakukkfű, a szegfűszeg, az oregano, a fokhagyma, a gyömbér és a teafa vagy teafaolaj. Ezekből a fűszerekből és gyógynövényekből többet alkalmazzunk egyszerre, naponta több alkalommal, és fokozatosan emeljük a napi adagot belőlük. A fűszerek és a gyógynövények mellékhatások nélkül fejtik ki a hatásaikat. Az orvosi manukaméz, amelynek az MGO értéke 500 feletti, hatékonyan vedhető be MRSA, illetve Pseudomonas és Streptococcus fajok ellen is. Az MGO a metilglioxán rövidítése, ez a manukaméz legfőbb hatóanyaga, mely leginkább felelős az antibakteriális hatásért. Baktériumellenes hatását a metilglioxálon túl a hidrogénperoxid és a polifenol vegyületek együttesen adják. A manukaméz csökkenti a baktériumok ellenálló képességét az antibiotikumokkal szemben, így az antibiotikumokkal együtt alkalmazva még jobb eredményeket érhetünk el vele. Külsőleg sebekre és belsőleg is bevethetjük. A következő a grapefruit mag, amit cseppek és kapszula formában külsőleg és belsőleg is alkalmazhatunk. A grapefruit magjának hatóanyagai hatékonyak a baktériumok, a vírusok, a gombák és az egysejtű parazitákkal szemben, azzal a lényeges különbséggel, hogy a hasznos baktériumokat nem károsítják, mint a gyógyszerek. Az olajfalevél hatóanyagai az oleuropein és a hidroxitirozol erős baktericid hatást fejtenek ki, még az olyan magas baktériumokkal szemben is, mint a helikobakter vagy az E. coli. Az olajfalevél gátolja az élesztőgombák, a penészgombák, illetve a paraziták szaporodását. Az olajfalevél hatékonyságára leginkább az mutat rá, hogy még hívbetegeknél is képes komoly immunerősítő hatást kifejteni. Az ezüstkolloid az emberiség legrégebbi antibiotikuma, már az ókori görögök is használták, és egészen 1938-ig az ezüst volt az orvoslásban is a fő antibiotikum. Több mint 600 fajta káros baktériumot képes elpusztítani, miközben a jókat nem bántja. A B-vitaminok közül a B3-nak van jelentős szerepe a baktériumok leküzdésében. Stimulál egy specifikus gént, amivel fokozódik a fehérvérsejtek azon képessége, hogy leküzdjék a rezisztens baktériumokat. Főként a Stapp fertőzéseknél, beleértve az MRSA-t is, mutat jó eredményeket. És végezetül az immunrendszerünk általános hosszú távú megerősítésére is gondoljunk. A mikrotápanyagok közül a legfontosabbak az immunrendszer számára a C-vitamin, a cink, az A-vitamin és a D-vitamin. A vitaminokat célszerű természetes forrásból pótolni, pláne hosszú távon, mivel a kapszulába, tablettába, porokba, cseppekbe csak a vitaminoknak egy része kerül bele, nem teljes vitaminok, így a hatásuk is messze elmarad az élő ételekben lévő vitaminoktól. Jó immunerősítő a tojás, a májételek, a citrom, citromlé,
a tiszta mépenből, a mikroalgák, a virágpor, a búzafülé, többek között. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és hozd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.